A Mi Hazánk mozgalom elfogadhatatlannak tartja, hogy milliárdos összegeket költ a kormány felesleges és álságos nemzeti konzultációkra, miközben a magyar emberek egyre nagyobb részének kell szembenéznie gazdasági, egzisztenciális krízishelyzetekkel. A kormány újabb nemzeti konzultációt indított, immáron 12. alkalommal, ezúttal az Oroszország elleni brüsszeli szankciókról, ismételten súlyos adóforintokért. Milyen összegekről is van szó? Az eddigi 11 nemzeti konzultáció összesen 48 milliárd forintba került, a jelenlegi pedig legalább 7 milliárd forintot fog kitenni, így eddig 55 milliárd forintot költött el a kormány, teljesen feleslegesen. Teszik mindezt ugyanis úgy, hogy felmérések szerint a választók kétharmada szerint a nemzeti konzultációk teljesen feleslegesek. Látható tehát, hogy a választópolgárok egyáltalán nem gondolják sem komolynak, sem fontosnak ezeket a nemzeti konzultációkat. A magyar emberek helyett pedig valójában Balási Gyula, Fidesz közeli vállalkozó cégei járnak jól. A meghirdetett tendereket ugyanis 2015 óta folyamatosan az ő két kommunikációs cége nyeri el, így az állami szervek vele, az ő cégeivel kötelesek szerződni. A 2020-as járványról tartott konzultáció 11,5 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek, ebből az összegből 9,6 milliárd forintot, azaz a ráköltött keret 83%-át költötte el a kormány reklámra, a nemzeti konzultáció reklámozására, a Newland Media és a Lounge Design Kft. Részére. Látható, hogyha egy nemzeti konzultációt, egy kérdést, ami a magyar emberek véleményét szeretné megtudni, ilyen összegekből és ilyen arányban kell reklámozni, hogy az embereknek egy kis része egyáltalán foglalkozzon vele, akkor kimondhatjuk, hogy ez a kérdés, vagy ez a mód nem megfelelő az emberek véleményének a megtudakolására. Mi fontosnak tartjuk, hogy az emberek véleményét figyelembe vegye a kormány, azonban a nemzeti konzultációknak láthatóan nem ez a célja. A Fidesz a megszokott módon jár el, mint a népmesékben, van is rajta ruha, meg nincs is, hoz is ajándékot, meg nem is. Megkérdezi az embereket, ám csak olyan kérdésekben, melyekről a kormány már eldöntötte, hogy mit fog képviselni. A nemzeti konzultációk egyre növekvő költségeinek legnagyobb részét, pedig szokás szerint a fideszes holdudvar teszi zsebre. A Mi Hazánk mozgalom szerint nem ez a magyar emberek érdeke, így követeljük, hogy a felesleges, érdektelen nemzeti konzultációkra való költés helyett a kormány a komoly bajba lévő szociális szférát segítse, az egyre inkább ellehetetlenülő, segítségre szoruló esetteket, és a magyar családokat támogassa ezekből a hatalmas összegekből.